Az idén hat vajdasági magyar néptánc együttes lépett fel a rendezvényen. Az újvidéki Csürdöngölő, az óbecsei Szelence, a kishegyesi Rizgetős, a szabadkai Róna, a topolyai Cirkalom, valamint a horgosi Gubanc. A versenyzőknek egy 20 és 30 perc közötti önálló műsort kellett bemutatniuk. Felemelő érzés egyáltalán a hagyománnyal is, és ezzel a műfajjal foglalkozni, amit itt megpróbálunk minél jobban és látványosabban színpadra tenni. Az első minősítőtől kezdve részt veszek és föllépek, úgyhogy hát mindenféleképpen nagy élmény, nagyon sok felkészüléssel jár, de az a jó benne, hogy egy kicsit összefogja a csoportot, és képesek vagyunk többet alkotni, többet nyújtani, jobban összebarátkozni. A fesztivált a Budapesti Marton György Néptánc Szövetség, a Vajdasági Magyar Folklor Központ, valamint a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ szervezte. A magyar néptánc önmagában is egy történeti, egy művelődés történeti, művészet történeti értéket képvisel. A saját népünk lelkének egy kis része, jelentős része, és ezzel a néptánc kincsel tulajdonképpen elvontabb, nem mondjam azt, hogy kicsit magasabb, bonyolultabb témák is kifejezhetők. A színpadon látott műsorok művészeti összhatását öt tagú szakmai zsűri értékelte. A bemutatót követően a résztvevő együttesek a zsűri döntését tartalmazó részletes értékelő lapot, majd a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2013 minősítő eredményét rögzítő oklevelet vehettek át.